A meccs előtt azonos mutatóval álló két csapat az első negyedben fejfej mellett haladt, 10 perc játék után a hazaiak vezettek 16-14-re. A folytatásban átvette a vezetést az MTK Elit Basket, majd fokozatosan növelték előnyüket a vendégek, így a második negyed végén már ők vezettek 11 ponttal. Nagy szünet után az addig láthatóhoz képest egy teljesen más Nyíregyháza futott ki a pályára, elől-hátul hatékonyan játszottak a cápák, akik egy 32-11-es negyedet produkálva megfordították az állást. A nagy dolgok ezzel gyakorlatilag el is dőltek, bár az MTK még tett egy kísérletet a felzárkózásra, a záró negyedben már csak a győzelem különbsége volt kérdéses, végül 89-70-es sikerrel folytatta jó sorozatát Siska János együttese. Kicsit álmosan kezdtük el a mérkőzést, úgy gondoltuk, hogy elég, hogy csak a cipőnket felküldjük a pályára, és majd meg lesz a mérkőzés. Aztán a fél időben átbeszéltük a dolgokat, agresszívak lettünk, és gyakorlatilag 3,5 perc alatt megfojtottuk a mérkőzést, és utána már végvezetve nyertünk. A mérkőzésen 13 pontot szerző Dancsos András 3 fontos triplát dobott a harmadik negyed elején. 1-2-ben ment, utána már éreztem, rá kell menni, és ilyenkor jó, és az egész csapat is, mikor így triplák mennek be, akkor mindenki nagyobb ritmus kap, így erőt kaptunk viszony, akkor utána Bruno is berobott 2-3 triplát, a B is berobott 2-t, az Iván is berobott, és kicsi így helyre van, mentünk felfelé. A vendégek edzője szerint addig működött az általuk elképzelt taktika, amíg fizikailag is bírták tartani a lépést a hazaiakkal. Minden mérkőzésre úgy utazunk, hogy felkészülünk az ellenfélbe, és mindenképpen nyerni szeretnénk. Felkészültük a Nyíregyházából is, volt egy taktika, ami az első fél időben működött, azonban a második fél időben a két csapat közti edzésszámbeli különbség és a két csapat fizikai erőléte az úgy gondolom, hogy kijött, és ezáltal sajnos egy 30 pontos vereségbe szaladtunk bele a második fél időben, ami eldöntötte a mérkőzést a jobbik csapat javára. A nyíregyházi nevelésű Jakab Péter 12 szerzett pont mellett 11 gólpasszt is kiosztott a mérkőzésen. Úgy gondolom először is, hogy mindenképpen megérdemelten nyert a Nyíregyháza. Sajnos úgy jöttünk ki a második fél időre, hogy nem szabad kijönni egy második fél időre. Azt hittük, hogy csak kitesszük a cipőt, és minden hármas ugyanúgy befeges, mint az első fél időben, és ez elegendő lesz a győzelemhez. De ezzel ellentétben a Nyíregyháza pedig úgy jött ki a második fél időre, hogy ki kell jönni, és sajnos nem találtuk az ellenszert. A forduló további eredményei a következők: BKG Prímelse Budafok 103-79, TF Budapest Salgótarján 79-70, Baja Budapesti Honvéd 84-87, Veszprém Meavsz Miskolc 109-83, Vasas Akadémia PVSK 92-94 és Nagykőrös Mavc 80-82. A tabella élén a Veszprém áll 6 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve az egyaránt 5-2-es mutatóval rendelkező BKG Prímelse Nyíregyházát és Budafokot. A kék cápák vasárnap a TF Budapest csapatát fogadják.